És akkor mutatok egy mai példát, mert olyan, mintha véletlen lenne, de valójában nem véletlen. Ezt egyébként Éva, te küldted, Csajbók Évi. Itt vagyok. Igen, üdvözöllek, már látom a... Időnként nem megyek képről meg hangról, de csak azért nem tudom. Szóval jobb oldal. Itt más irányítom meg a képletet. Aki gyakorolt ultrahangos, az tudja, hogy mit jelent ez a penetrancia beállítás. Ez a egyik alap dolog, hogy leveszem a túlharmonizációt. Tehát nem a resolutionra állítom, hanem a penetranciára. Tehát itt ennél az elég jó beállításnál világosan lehet látni szemben az előző beteggel, hogy a izomrost van. Tehát ez a kifejezetten ehhoz szegénynek megfelelő képlet, ez meg a karotisz itt mellett, ami cisztikus. Tehát szemben az előző esettel, ahol a kettő között nem lehetett különbséget tenni, ez nagyon fontos, hogy amikor valaki elkezd ultrahangozni, olyan beállítást alkalmazzon, hogy ezt a kettőt meg tudja különböztetni egymástól. Na, itt van egy ehoszegény, tudom, egy kifejezetten ehoszegény gömb, ez pontosan olyan a szerkezete, mint a pajzsmirigyelőt futó izomrosnak. Nem ez lesz az érdekes, csak ez is benne volt az esetben. Ebből egy jó gondolatú citrógia született. Nagyon erezett. Na most itt azért egy megjegyzés, nem itt tartunk, de ha már itt vagyunk, akkor mondom. A radiológusoknak a fejében, de lehet, hogy az endokrinológusoknak a fejében is megmaradt egy olyan adat, ami 10 éve nagyon divat volt, hogy a keringés, ami szenzációs előrelépést jelent az ultrahangba, egyetlen egy tirac nem sorolja be a keringést a rendszerébe. Tehát nyilvánvaló, hogy egy kifejezetten ehoszegény, vagy kifejezett keringésmutató göbben gyakoribb a daganat, mint egy keringésmentesben, de ez statisztika, gyakorlatban nem tudjuk használni. Nagyon sok radiós által kidott lehetne rajta, hogy fokozott erezettségű, valójában ennek szinte semmilyen gyakorlati jelentősége nincsen. Na tehát ez a jobboldali göb, és akkor hát ez egy microflow image, visszamegyek ide, ez ennek a ultrahangnak a sajátossága, ez a gyakorlatilag nem keringést, hanem ereket mutat, fogalmam nincs, hogy milyen jelentősége. 2,5 éve használom ezt a gépet, nem tudom, valami adat majd lesz belőle. Tulajdonképpen olyan, mint egy vese-szintigráf, vagy mit szoktak ilyen kontrasztanyagos vizsgálatúra, amelyik radiós azt mondta, hogy ez nagyon érdekes. Hát lehet, hogy érdekes pajzs, mert valószínűleg túl sok használ nem lesz. Ez is egy keringés vizsgálat, egyébként ez a microflow imaging. Na, megyek hát a bal oldalra, ami érdekesebb volt. Na most erről van szó. Ebbe beleszúrt egy kolléga, és egy follikuláris neoplázia diagnózist adott ki ebből a 6-7 mm-es kis semmiségből. Végig megyünk rajta, aztán utána majd visszapörgetem és megállítom. Csak hogy nézzétek, tehát ez ilyet bárkiben, bármikor látunk. Ebben érdemben gyanús nincs. Azért szúrtak bele, mert mikrokalcifikációnak ítélték azt, amit benne láttak. Hát itt most megállítottam. Vonal, vonal, vonal. Vagy kötőszövet, vagy itt van előtt egy kis cisztikus terület. Ez nem mikrokalcifikáció. Tehát ezért szúrtak bele, mert mikrokalcifikációnak ítélték ebben a 6 mm-es elváltozásban ezeket az EHO-gazda képeteket. Tudok benne pöttyöt is látni, itt pont előtte volt itt egy pötty. Mindjárt próbálom. Itt ez, ha megnézitek. Ugye kicsit visszamegyek, elindítom újra, tehát itt vannak benne pöttyök is, de ha pötty meg vonal egyszerre van, azt negligálni kell. Tehát ez a történet többsebből vérzik, az utolsó adatot mindjárt még mutatom. Ez a kolor. Tehát itt van az elváltozás. Ugye egy follikuláris daganat definíció szerint tokkal övezett. Másként nem lehet patológilag ez az entitás. A toknak megfelelő jel az ultrahangon vagy a halójel, ugye ez a fekete sáv, e körül nincsen, vagy kéne így körben keringést látnunk. Tehát gyakorlatilag ebben az elváltozásban rettentő kicsi az esélye, hogyha nem 6 mm-es lenne, hanem 2,5 cm is lenne,
hogy tokjel nélkül, tehát halójel és perinoduláris, tehát ilyen körbe erezettség nélkül follikulális tumor lenne. Ez megint a microflow imaging. Tehát most még egyszer visszamegyek valamelyik részre a videónak. Tehát ebből a történet a következő. Elindul a merő jó szándékkal egy ultrahang vizsgálat, félreértelmeznek egy ultrahang jelet, mint mikrokalcifikáció, és ugye a szakmai ajánlások szerint egy centinél kisebb göbbe csak nagyon megfontolt esetbe kéne beleszúrnunk, ha gyanús jelet mutat. Na most egy papilláris karcinomára lehet egy gyanújuk a mikrokalcifikáció alapján. Beleszúrtak, papilláris sákot nem láttak benne, hanem follikuláris proliferációt láttak. Na most azt tudni kell, hogy a follikulus ugye a pajzsnek az alapegysége. A legbanálisabb göbös golyvában, de az épp pajzsban is lehet látni mikrofollikuláris struktúrákat. Tehát ezt a diagnózist, hogyha az ember a citrógus kiadja, akkor érdemes visszamenni az ultrahang képhez. Tehát ez nem egy ilyen egyenes vonalú játék, hogy tapintás, ultrahang, citrógia, hanem bizonyos citrógiai diagnózisok után és klasszikusan a follikuláris daganat citrógiai diagnózisa után érdemes visszanézni az ultrahangot, hogy megfelel ennek a képnek. Ha nem felel meg az ultrahang kép ennek, akkor gyakorlatilag azt nagyon nagy valószínűséggel ki lehet zárni. Tehát ugye a legnagyobb buktatója a citrógiának, hogy follikuláris daganatra utaló sejtképet bármiben, a Hashimoto-ban, a hiperpláziás nodulusban, papilláris rákban, épp pajzsban, mindenben lehet látni. Na most itt a probléma az tulajdonképpen az algoritmusunkkal van ebben az esetben, hogy most elfelejtsük el, hogy félreértelmezték ezt a mikrokalcifikációnak, ezt a nem mikrokalcifikációt, csak hogy utána még mindig korrigálható a lehetőség, hát itt a korrekciót a csajbuké viatta meg azzal, hogy nem küldte műtétre, hanem elküldte egy újabb vizsgálatra a megismételt citrógia nem utalt semmilyen forrókás elválaszolásra. Nem tudom, átjött-e, amit akartam mondani erről. Hát igen, az a szokatlan, nem érsz után kezd meg. Hát igen, tehát ez több sebből vérzik, tehát valójában egy ilyet nem kell megszúrni, csak mondom, nyilván azért szúrtam meg, mert ugye 5 és 10 mm között az összes tirac rendszer azt mondja, hogy considered, mérlegelt, hogy beleszúrsz-e vagy sem. Mindegyik tiracnak, az 5 tiracnak, amit használnak a világon, a fő táblázatában az szerepel, hogy csak 1 centinél nagyobbat szúrjunk be, de a szöveges részben mindegyik oda teszi, hogy mérlegeld az 5 és 10 mm köztén a szúrásnak a lehetőségét.